Kivettük a pihenőidőt. Igen, és itt vagyunk egy tipikus céges kamionos konyhának. Bonjour. Bonjour. Na, hát hoztunk kukoricás kenyeret, nagyon finom. Kaptunk egy ilyen felvágott. Na, ez van olyan felvágott. Ilyen pácolt hús. Pácolt csonka lesz. Aha. Igen. Még én is ettem belőle ide felé jövet, nagyon finom. Igen. Akkor van ilyen sósvaj. Nem az az extrán sós, hanem olyan félig sós. Félig sós, oda van írva, hogy dömiszel. Dömiszel, ja, nagyon finom. És vannak joghurtjaink is, meg van még datojánk, csokoládé, műzli, mindenünk van. Na, király. Meg anyutól kaptam ezt a műanyag hordozható étkészletet. Ez nagyon hasznos dolog. Nagyon, nagyon szeretjük, és... valamiért hiányzik belőle kettő kanál, nem tudom, hogy hová lett. Lehet, hogy a telekeren szárad, nem tudom. Hát majd megkeressük. Emlékszel rá? Megkeressük, én sem tudom, hogy hol van. Na. Különben. Hát jól van. Lehet kezet mosni, mosogatni, van egy hűtő is. Jó étvágyat. Hát is adom. Amíg belemegy a három percbe, én is megmutatom a dolgokat. Jól van. Na, szóval ez egy ilyen tipikus kamionos pihenőhely. Ilyen belső céges dolog, hogyha megérkezik egy céghez, akkor ilyen helyeken tudunk pihenni, illetve kajálni, társalogni. Itt vannak székek, meg van egy ilyen beülős, ahol ide beülnek és itt társalognak, van egy kis dekoráció is, vannak, ugye van ilyen simán ilyen beülős, meg van ilyen asztal székekkel, illetve van egy hely, ahol lehet mosogatni, van egy ilyen viszpont, én is főzőlapok, van magadnál edény, hogyha ezekben nemzetközizel, vagy ugye több napra jössz, akkor hozol magaddal a kaját. Van egy mikró, ez két mikró van. Tényleg, és a hűtőt azok kik használják ilyenkor? Inkább azok, akik minden nap itt tesznek. Van, aki minden nap ide jön? Igen, vagy akik itt lent dolgoznak a cégnél, akik nem sofőrök, hanem mondjuk jaj, értem. Ilyen rakodók. Értem. Ennyi. Na, hát szuper. Na, klassz. Jó, fel van szerelve, csak elég mennyiségű kaját kell magaddal hozni. Kezdjünk enni akkor. Jól van, jó étvágyat.